Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Jela Jászmin Grace vagyok, és mutatom, mit kínálunk a következő percekben. A szépkorúakat köszöntötték, sportnapon vettek részt a tolnai ovisok, színek, fények, arcok címmel nyílt kiállítás, bemutatkozik a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Idén a megszokottnál szerényebb körülmények között, de méltó módon ünnepelték Tolnán a szépkorúakat. A lovardában megrendezett programra sokan ellátogattak. Az ünnepségen többek között operett és musical darabokkal kedveskedett a város az idős polgároknak. Óta október 1-én az időskorúakat ünnepeljük. Tolnán idén sem feledkezett meg róluk a városvezetése, a lovardában megtartott zenés meglepetés programmal készültek a település szépkorú polgárainak. Már hosszú évtizedek óta megünnepli a város az időseket, és én azt gondolom, hogy minden nap kéne tenni, mint ahogy a beszédemben is elmondtam. Egy kicsit talán jobban oda kéne figyelni az idősekre, és talán mindenkinek ezt otthon kéne a saját szülei, nagyszülei, dédszülei körében. Nekünk arra van lehetőségünk, hogy azokat a feladatokat, amit egyébként az önkormányzatnak el kell látni, azt eltegyük. Tehát működtessünk idősek otthonát, idősek klubját, az otthonukban segítsük az időseket, az étkezésben segítsük őket, és olykor-olykor megünnepeljük őket. Ez az alkalom volt most a mai. Egy nagyon vidám délután sikeredett, két nagyon kiváló énekes sikerült idehívni, és a visszajelzések alapján azt hallottam, hogy nagyon tetszett. Többször énekeltek is a vendégek. Én remélem, hogy a jövőben is lesz alkalmunk arra, hogy a hétköznapokon túl az ünnepnapokon is megálljunk és köszönteni tudjuk őket. A polgármester elmondta, a háború, az infláció, az energiaválság okozta nehézségek ellenére az önkormányzat továbbra is biztosítani fogja az idős ellátást, a szociális és alapvető intézmény fenntartó feladatait, illetve a helyi nyugdíjas szervezetek kiváló évek óta működő közösségek, ahol a tagok nagyon jól érzik magukat. Aktivitásuk pedig az egész város életére, működésére pozitívan hat. Én azt gondolom, hogy arra számítottunk, hogy egy kicsit könnyebb lesz az életünk. Az elmúlt évek azok azért a Covid miatt nagy-nagy nehézségekkel telt, és arra számítottunk, hogy ez jobb lesz, és most úgy tűnik, hogy nem lett jobb. De mindemellett én mégis azt gondolom, hogy a megbecsülés, a szeretet, a meghitt együtt töltött pillanatok, azok nagyon sokat számítanak, és nagyon sok erőt adnak ahhoz, hogy a nehézségeket le tudjuk küzdeni. Remélem, hogy így lesz. A tolnai Vosinszkimor óvoda 5 tagintézményéből vettek részt a nagycsoportosok a számukra megrendezett sportnapon. Az ügyességi feladatokkal tarkított nap célja az volt, hogy a kicsik a délelőtt során sokféle mozgásformát kipróbáljanak, ezzel is fejlesztve az állóképességüket, az egyensúly érzéküket és a gyorsaságukat. Nézd meg, milyen fordít a világ.
Ügyességi feladatok sokasága várta a tolnai óvisokat a számukra megrendezett sportnapon. Az ötlet a Gesztenyés kert óvodától származott, ugyanis itt a hétköznapokban is az egészséges életmódra nevelés a fő profil. Az intézményben egész héten e körül forogtak a programok, de az óvodapedagógusok úgy gondolták, hogy a sportnapra már a többi tagintézmény gyerekeit is meghívják, akik örömmel csatlakoztak a programhoz. Nagyon örültünk, amikor a Gesztenyés kert óvoda felajánlotta azt a lehetőséget, hogy az idén egy ilyen pályázat keretein belül sportnapot tart az intézményünk öt óvodájának. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek erre a napra, reménykedtünk benne, hogy az idő is hálás lesz, kegyes lesz felénk, és tényleg részt tudunk venni ezen a rendezvényen, és ha jól hallottuk, akkor hagyományá szeretnék tenni ezt a sportnapot a gyerekek számára, úgyhogy jövőre is, hogyha meghívást kapunk, akkor szeretnénk rajta részt venni. 42 fővel érkeztünk, 42 fő nagycsoportos gyermekkel. Ha lett volna rá lehetőség, hogy középsőskorúak is jöhessenek, akkor mindenféleképpen éltünk volna a lehetőséggel, mert nagyon ügyesek mozgásban a gyermekeink. A sportnapon kívül olyan programokon is részt vehettek a gyerekek a hét során, amik az egészséges életmóddal kapcsolatosak. Most egy egész hetet szentelünk az egészséges életmódnak. Ezen a héten tegnap például kutyaterápia volt, megyünk kirándulni, egészséges ételeket készítünk a gyerekekkel, előadások vannak. Ezt a napot mindig a mozgásnak szoktuk szentelni, és úgy gondoltuk, hogy miért ne osszuk meg a többi tagovodával, ugyanis hát öt tagovodája van a Vosinski Mór intézménynek, és ugye a többi kollégákkal másik óvodákból, a tagovodákból felkértük a kolléganőknek, mit szólnának hozzá, ha eljönnének hozzánk. Nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, hiszen a mozgás nagyon fontos a gyerekek számára, és így ezt a napot akkor most így Vosinski Mór intézményi szinten megtartottuk. Nagyon jó az idő hozzá, nagyon szuper a pályánk, amit támogatásképpen megkaphattunk. A pedagógusok úgy állították össze a feladatokat, hogy azok végrehajtása közben a gyerekek az erőt, a gyorsaságot és az állóképességüket is fejlesszék. Minden állomásnak más a feladata, vannak egyensúlyozó feladatok, labda, foci, kézilabda, ugráló, tehát igazából minden zsákban ugrálás, az is egy nagyon kedvelt tevékenység a gyerekeknek, így aztán igazából a teljes testet megmozgatva, reggel egy reggeli tornával, egy kis futással, igazából azt gondoljuk, hogy teljes lesz ez a délelőtt. A Gesztenyés kert óvoda pedagógusai a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek mozgására. Mindennapos testnevelés van a csoportokban, a kolléganők mindennapos testnevelést tartanak, a tornatervekben ugye heti egyszer-kétszer testnevelés foglalkozás, minél több időt próbálunk szentelni a szabadidőn való tartózkodásnak, és az is elengedhetetlen. Egyébként pedig vitaminnapokat tartunk, rengeteget kirándulunk, fontosnak tartjuk a szabadon levegő mozgást, figyelünk arra, hogy az óvodák udvara is olyan mozgásfejlesztő eszközökkel legyenek felszerelve, ami mindenképpen elősegíti a gyerekek mozgásfejlődését. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok a teendőnk. Egyéb más szakemberek, logopédusok és gyógypedagógusok visszajelzés alapján sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre kevesebbet mozognak a gyerekek. A legfinomabb mozgás a beszéd, például azért említettem a logopédust, ő is azt tapasztalja, hogy nagyon sok gyermek elmarad a beszédfejlődésben, ennek mindennek a mozgás az alapja, a nagy mozgások fejlesztése, úgyhogy hát ezért itt az óvodákban nekünk nagyon sokat kell tennünk, és hát a szülőket is erre buzdítjuk, vannak olyan rendezvényeink, programjaink, ahova bevonjuk a szülőket is. A kicsik a sok mozgásnak köszönhetően kevesebbszer betegszenek meg, erősebb az immunrendszerük. Ez nagyon fontos a családokkal való kapcsolattartás. A családok felé is azt közvetítjük, hogy az egészséges ételek, a mozgás, a szabad levegőt való tartózkodás, ez mennyire fontos. Hát bízom benne, hát ugye ezt így mi nem mérjük, de nem sok beteg gyerekünk van. Én azt gondolom, hogy mi azért sokat teszünk ennek érdekében. Kimondottan most a nagycsoportosokra fókuszáltunk. Minden óvodánkban vegyes életkorú csoportok vannak, és úgy gondoltuk a kollégákkal, hogy most csak a nagyokat mozgassuk meg. A piciket otthon hagytuk, de ez nem azt jelenti, hogy ők unatkoznak. Nekik az óvoda udvarán rendeztünk is mozgást. Ott is maradtak kollégák, ott nekik való kis mozgásformák vannak. Itt pedig kimondottan arra fókuszáltunk, hogy az azonos életkorú gyerekek is megtalálják itt a saját kis mozgásformájukat. A sportnapot hagyományteremtő jelleggel hozták létre, remélve, hogy a jövőben is ugyanekkora népszerűségnek örvend majd, hiszen a mozgás nagyon fontos alappillére a gyermekek egészséges fejlődésének.
Most a rövid reklám következik, majd a Magházba hívjuk Önöket, ahol B. Székely Sára Színek, fények és arcok című kiállítása nyílt meg a napokban. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó, lyukasztó, gépkezelő kiemelt bérezéssel 3 műszakos munkarendben, gépkezelő, gyártástechnológus munkatársat gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettséggel. Ha elmúltál 18 és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.valone@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7130 Tolna belterület 970/110-es szám alatt. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Színek, fények, arcok címmel nyílt festmény kiállítása B. Székely Sára amatőr festőnek. Az alkotó elmondása szerint legszívesebben tájképeket készít, a legnagyobb kihívást pedig jelenleg a portrék jelentik számára. B. Székely Sára 2010 óta fest, a baráti körében több szintén alkotó van, akiktől számos stílust, technikát elsajátított az évek alatt. Azt mondja, annak idején azért ragadott ecsetet, mert megirigyelte a Tolna megyei festőket. 15-20 évvel ezelőtt nagyon sok festő, ma is sok festő van, de nagyon sok festő élt, és állított ki különböző helyeken, nem csak művelődési házban, hanem iskoláknak a galériáiba, és megtetszettek. Szerettem volna népszerűsíteni is a művészeket, ezért én magamnak is csináltam egy galériát, és igyekeztem ezektől a festőktől tanulni is. Hát igazából úgy jött ez a dolog, mint legtöbbünknél, hogy szerettük volna díszíteni a lakásunkat, vagy csinosítani, és akkor nekem is volt egy ilyen időszakom, és akkor elkezdtem festeni, képeket készíteni a lakásba, de hát aztán ez nem volt olyan, amilyen nekem tetszett volna, vagy a családomnak olyan nagyon tetszett, de hát örömmel vették, és akkor ez így karácsonyra
teljesültek ezek a vágyak, hogy képeket készítettem, és akkor a fiam karácsonyra meglepett engem egy 20 órás tanfolyammal egy festőművészhez. Úgy hívták, hogy Braun Gábor ma is fest, és ma is alkot, és nagyon sok növendéke van. És hát az alapokat, amit én már elfelejtettem, ő nála elevenítettem fel, aztán utána jött a Cseh Gábor, jött a Mazsi Szabó István, aztán nagyon sokat sorolhatnám. Gyertya szám, egy szemet, felébe tört vízes kalács, hajcsatok és karkötő, s egy régen elszakított ránc. Sárának ezúttal a Tolnai Magházban nyílt kiállítása Színek, fények, arcok címmel. A képeken egyből szembe tűnik, hogy rendkívül élénk színeket használt az elkészítésük során. Egyébként is nekem az én festészetemre harsány színek jellemzőek, de ez nem azért, mert én alapjában véve egy harsány vagyok, hanem azért, mert nagyon szeretem a színes dolgokat, és az érzéseimet szeretném kifejezni. Én is... Mint legtöbb festőnek megvan a véleménye különböző dolgokról. Most igazából én ezeket a képeket a pandémia idején készítettem, mert egy olyan időszakot kellett megélnünk, amit még soha nem volt az életünkben, és hát én is lázadoztam tulajdonképpen, és ezért születtek ezek az alkotások. Bár általában tájképeket fest, ezúttal különböző portrérajzok is felkerültek a falra. Rajzzal megpróbálkoztam, na de hát ezek a rajzok, attól függetlenül, hogy kőhelyre tettem, nagyon kezdetleges rajzok, tehát két év alatt, amit úgy meg tudtam tanulni, illetve hát ahogy sikerültek. De hát ezek még nagyon-nagyon alap dolgok a grafikába, vagy portréba, vagy hogy is nevezem. Tehát nekem azért a szívem csücske, ezután is a festészet marad, és a tájkép festészet. Általában megyek kirándulni, biciklizünk a férjemmel, azzal tartjuk a pontinkat, meg az egészségünket, és a látott tájakat valahogy próbálom visszaadni. Ez legyen a Csörgető, vagy a Dunaszél, vagy az a kis utca részlet ott azon a képen. Ez pont akkor festettem, mikor úgy vége volt a pandémiának, és hát az örömömet szerettem volna kifejezni, ez látszik is a képen, az a mérhetetlen boldogság. Tehát ez egy utca részlet, hogy már mikor kiérek az utca végére, akkor már látszik, hogy már minden rendben. Általában akrillal festek és olajjal, de hát jó sok technikával próbálkozom. Tehát, mint ahogy látszik az absztrakt képeken is, legyen az aládolgozott, vagy legyen az folyatott technika, nagyon sok mindent kipróbáltam már, és mindig egy-egy újat is igyekszem bemutatni, mint ahogy itt is. Vagy például az, hogy nem egy hagyományos vászorra festek, hanem egy durva, mint ahogy látni is némely képen, egy durva vászorra azon próbálom megjeleníteni, amit én látok, tehát hogy a naplementét odaadja vissza a durva vászon. Most kihívás nekem jelenleg a portré, de hát az még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy az ember úgy megtanulja, hogy az abból a lélek is visszaköszön. Hát ezeket gyakorlom majd. Ők tudják, mennyit ér az életem. A következőkben a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumról lesz szó. Filmünk segítségével hasznos információkat tudhatnak meg belőle a továbbtanulás előtt állók. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban a következő tanévben is egy 6 évfolyamos és egy 4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk, aminek a végén ott az érettségi. Október 20-án csütörtökön a 4 évfolyamos tagozat iránt érdeklődő diákok számára tartunk egy nyílt napot. Szintén benézhetnek, bemehetnek órákra a diákok, de szülőket is szeretettel látjuk természetesen. És szombaton ugyanúgy, ez október 22-e, szintén
9 órától várjuk az érdeklődőket. Ott természetesen szombatonként órákra nem tudnak bemenni, elsősorban információkkal tudunk szolgálni, illetve meg tudjuk mutatni az iskolát. A jelentkezés módja változatlan, tehát felvételi van, írásbeli felvételi, központi írásbeli felvételi, amire december 2-áig kell jelentkezni. Az iskolába kell beadni, tehát ide hozzánk kell beadni a jelentkezési lapot, az írásbeli felvételire való jelentkezést. Január 21-én lesz az írásbeli felvételi magyarból és matekból, pontosabban szövegértésből és matematikából. De hogy ez a felvételi minél jobban sikerüljön, az előző évek tapasztalataira alapozva online felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk, külön a 6 évfolyamosok számára, külön a 6-osok számára és külön a 8-osok számára. Ezt a reményeink szerint a jövő héttől fogjuk tudni kezdeni, de bármikor be lehet kapcsolódni. A Zoom nevű platformon keresztül történik ez a felkészítés, és kimondottan az írásbeli felvételire készülnek egy-egy kolléganő, kollega segítségével a gyerekek. Egy picit mégis föl tudják eleveníteni a nyelvtani, matematika ismereteiket. Gyakorlatban látják, hogy hogy néznek ki ilyen feladatok, hogy kell megoldani, mire kell figyelni. Tehát biztos, hogy segít az írásbeli dolgozat minél jobb megírásában. Én úgy gondolom, hogy az iskolában nagyon jó az idegen nyelvi oktatás. Nekem 2 idegen nyelvű is lehetőségem volt már előrehozott érettségit tenni, illetve versenyszerűen sportolok, és az iskola ezzel kapcsolatban is nagyon támogató volt. Én 4 osztályos gimibe jöttem ide, és igazából azelőtt egyáltalán nem tudtam, hogy melyik gimit válasszam, viszont amikor idejöttem, akkor az egész épület nagyon megtetszett, az iskolának a légköre. Szerintem nagyon szép az aulánk is, meg a park is, ami körülveszi az iskolát. Szóval amikor egy kicsit ki szeretném szellőztetni a fejemet, akkor itt tudok jókat sétálni a barátokkal. Igazából az itteni légkör és az itteni tanárok nagyon meghatározták az érdeklődési körömet, illetve a továbbtanulási irányomat is, leginkább ők befolyásolták. Az iskolában tanító pedagógusok egymáshoz való viszonya is azt gondolom meghatározó. Szerintem példaértékű, ahogyan ez a tantestület működik. Tehát egymást is tudjuk segíteni, támogatni, amire lássuk be. Gyakran van szükség. A tantestület azt gondolom, hogy példát mutat ebben is a gyerekeknek, és ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát egymást tudjuk különböző módon támogatni, egymás munkáját tudjuk megbecsülni, és egymástól tudunk tanulni. És ha bármit meg kell oldani, bármilyen szokatlan helyzettel kerülünk szembe, biztos, hogy lesz sok ötlet, sok megoldási javaslat, amit aztán a továbbiakban is tudunk hasznosítani. Ilyen volt például ez az online felvételi előkészítő is, ami azóta is jól működik. A kollégák közül már egyre többen, körülbelül most már lassan a tantestület fele mesterpedagógus, ami azért azt jelzi, hogy a tanárok is igyekeznek fejlődni, igyekeznek lépést tartani azzal, ami az oktatásban újabb módszernek, trendnek számít, és igényesek a munkájukra. És azt hiszem, hogy a gyerekek fejlődése szempontjából ez az egyik legmeghatározóbb motívum, tényező. Ha a pedagógus igényesen végzi, lelkesen végzi a munkáját, akkor eredményes lesz a felkészítés is. Tehát nem jellemző
a gimnáziumra, hogy lélektelenül valamit csak nagyon gyorsan átadunk, lezavarunk, sokszor tanórán kívül is, azután is, különböző iskolán kívüli, tanórán kívüli foglalkozások, a rendhagyó órákon, az élménypedagógia módszereit alkalmazva igyekszünk a diákokat motiválni is, nem csak a számonkérésre helyezni a hangsúlyt. Az iskolának a légköréhez hozzátartozik tehát ez az egymás segítő, támogató hozzáállás a diákok esetében és a pedagógusok esetében is, és talán ez az, amit a gyerekek magukkal tudnak vinni, természetesen a tudáson, az ismereteken, a felkészülésen kívül további életükre. Visszagondolok ezekre az évekre, akkor talán azokért a tanárokért vagyok a leghálásabb, akik a saját plusz idejükből áldoztak ránk, és hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a meghatározó évek, ezek a lehető legjobban teljenek itt, ebben a gimnáziumban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!